és nem is számít a testtömegindex, ha jó az anyagcsere, és nem is számít igazából, hogy ki hány kiló, mert nem az a legfontosabb, hanem hogy úgy egyben a test rendben van-e. Ezt pedig nem tudom, hogy egy orvos mennyire tudja nekünk visszaigazolni, de hát egy orvos a vendégem, úgyhogy rögtön meg is kérdezem, Éger Istvánt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez tényleg így van? Hát nyilvánvaló, hogy a test méretei azok befolyásolják az összképet, tehát nyilván más várható súlyban egy két méteres embertől, mint mondjuk egy 170 centistől, de hát azért az arányok megtartása nagyon fontos, nem csak az anyagcsere szempontjában, hanem hogy az életfontosságú szerveink, szívtüdő mekkora terhet visznek, illetve mekkora tömeget kell ellátniuk a mindennaphoz szükséges oxigénnel. Doktor, még a vérnyomásomat védje meg, és akkor szerintem kész is. Igen, az egyébként szintén nagyon komolyan összefügg a súllyal, természetesen. Hát nem ezért hívtuk, de köszönjük a gyors tanácsot, a Magyar Orvosi Kamara elnöke Éger István. És hát itt megint pénzről van szó, illetve arról van szó, hogy van itt még egy ígéret, hogy még lesz egy béremelés, és hát kérdezzük egyúttal, hogy akkor ez hogyan van, lesz-e? Hát most az alapellátásra gondol, igen. Ugye én is tegnap reggel hallottam a Kossuth Rádióban, hogy 6 milliárd forint áll erre a célra rendelkezésre, bár kétségtelen, hogy tavasszal egyszer erről már érintőlegesen volt szó. Amikor annak a béremelésnek a részleteiről kaptunk tájékoztatást, amely most a napokban zajlott le, illetve hát valósult meg, ugye kórházi járóbeteg szakellátásban, ám azóta erről elég nagy csend volt, most tegnap erről értesültünk, hogy ez a pénz, legalábbis hát lehetett hallani a médiában, hogy ez a pénz megvan. A forrása tekintetében nem mennék mélyre, mert azért ott vannak érdekes dolgok, de minden esetre azt állítják, hogy ez a pénz megvan. Hogy miképpen és mikor kerül kiosztásra, erről semmit nem tudok ebben a pillanatban. De az hogyan van? Aztán lehet, hogy jól van ez így, hogy az ember hallgatja a rádiót, és egyszer csak a saját területével kapcsolatban kap egy hírt a szakállamtitkártól, egy hírt, amit gondolom önökkel a kamara vezetésével valamilyen módon mégiscsak egyeztetni kéne. Nézze, a média nagyon sokszor jobban és előbb értesül dolgokról az elmúlt 10-20-30 évben is a mi ágazatunkban, mint ahogy a szakmai szervezetek értesülnek, tehát ez már nem meglepő. Mondom, végső soron egyszer már volt szó erről az összegről. Én azonban arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy ez az összeg most részarányosan számolandó, tehát a 6 milliárd forint az most az utolsó negyed évre érvényes, vagy az egész évre, mert ugye ez négyszeres különbség. Na de ez viszont valóban Szócska Miklós mondataiból nem derül ki, most itt nézem. Az viszont kiderül, mondta, hogy nem akar a forrással foglalkozni, hát egy mondat erejéig foglalkozzunk már, hogy a jövedéki és a nép egészségügyi adókból befolyt összegből lesz meg ennek a béremelésnek, bérfejlesztésnek, ahogy nevezte a fedezete. Mi a baj ezzel? Ezt nagyon nehéz nyomon követni, de engem ez egyáltalán nem zavarna, az jobban zavar, hogyha megnézzük a 2013-as egészségi költségvetés számait és az évközi mozgásokat a kassa különböző sorai között, akkor azt láthatjuk, hogy az összevont szakellátási kasszából 20 milliárd forintot csoportosítottak át ennek a bizonyos most zajló béremelésnek a fedezetére. Volt, akiben van csak a számokkal? Tehát, ön mondta ezt, de hogy itt vannak érdekes dolgok. Tehát, hogy nincs forrás, hanem egy adott tételből csoportosítunk. Igen, tehát megint felmerül az örökzöldje, a másik fájdalmas örökzöldje az ágazatnak, hogy mindig ugyanazt a tortát szeletelgetjük, ki kap nagyobb szeletet, ki kisebbet, egymás rovására adott esetben, illetve az egész rendszer rovására. Miközben ez az egész rendszer, mondjuk ki, hogy 2013-ban nagy valószínűséggel még 4%-nyi nemzeti jövedelmi arány, tehát GDP arány sem fog elérni, ami példátlan alacsony Európában. Nem véletlenül vannak azért nagyon nagy gondok az ágazatban, tehát egy kicsit, fejlesztőbb vagy innovatívabb szemlélettel kellene megközelíteni az ágazat finanszírozását, különösen az emberi erőforrás, tehát a munkaerő tekintetében. Na de hát itt a jó hír, hát Szócska Miklós azt is elmondta, miközben ugye bejelentető van fedezet erre a béremelésre, hogy hála a béremeléseknek és a szakorvosok által igénybe vehető különböző ösztöndíjaknak jelentősen csökkent az orvosok kivándorlását. Akkor gyakorlatilag ez a kormányzat valamit meg tudott oldani a problémákból, ha igaza van Szócska Miklósnak. Nézze, az, hogy 2012-13-ban mondjuk egy kórházban dolgozó átlagos jövedelmű szakorvos bére bruttó 110 ezer forinttal emelkedik, ezt nem mondhatni, hogy jelentéktelen, sőt, kifejezetten jelentős. Az, hogy képtelenek vagyunk elérni azt, hogy a pedagógusok hasonlóan, mondjuk akár csak 2017-ig minden évre előre deklarálnák, ahogy ezt megtették most a pedagógusoknál, hogy törvénybe iktatták, hogy évről évre mennyi lesz a béremelés. Nem hitték, hogy példát adnak ezzel, mert ők meg panaszkodnak. Ez egy másik kategória, mindenkinek megvan a maja, de az, hogy van egy kiszámíthatóság, hogy megmondták, hogy ekkor ez történik, ezt
kérjük megint csak évtizedek óta, mint hiába. Most ezeknek a figyelembevételével is, és ettől függetlenül is, ezzel a bizonyos jelentősen csökkent az elvándorlás című nótával, ezzel komoly vitánk van, mert a mi adataink először is nem ezt mutatják. Másodszor is az effektív elvándorlás nem mérhető, csak az erre irányuló szándék. Az, hogy 2013 első fél évében a egy évvel korábbihoz képest néhányal, még egyszer mondom, néhányal csökkent az engedélykérők száma. Nem jelentősen, ahogy Szocska Miklós mondja? Nem. Néhányal csökkent. Ebből nem lehet messzevenő következtéseket levonni, megmondom azt is, hogy miért. Mert az, hogy most 1200-an kérik, vagy 1000-en kérik, vagy 1100-an, azt gondolom, hogy egy súlyos emberhiányjal küzdő ágazatban gyakorlatilag tök mindegy. Ráadásul ne felejtsük el azt is, hogy akik el akartak menni, és itt különösen a közép generációra gondolok, azok jó része már el is ment. Az igaz, és ebben teljesen egyetértek az államtitkára, hogy a fiatal kezdő generációban érzékelhető legkomolyabban az elvándorlási szándék csökkenése, ott az ösztöndíjrendszer és a béremelés együtt valóban jelentősen csökkentett ezt a szándékot. De ez csak a legfiatalabbak, a nem szakorvosok. Az őket tanítók területén, akik most az érdemi, önálló orvosi tevékenységet végzik, viszont a hiány folyamatosan nagy, és nem csökken. És az alapellátásban dolgozók kapnak béremelést bejelentés szerint, a házi orvosok, hogy béremelést kapnak, ezt nem tudom. Hát, ugye, az, hogy ugye az egész magyar alapellátás arról szól, hogy közfinanszírozott egészségügyi közellátást vállalkozói formában végzünk. Magyarul közpénzből közfeladatot látunk el, de vállalkozóként. Ergo nekünk nem lehet, most bocsánat, hogy egyes szám első szemébe beszélek, de jó magam is háziorvos is vagyok, ezt úgy is tudják rólam. Tehát nem lehet nekünk közvetlenül béremelést adni. Praxis pénzt lehet adni, amiből, ha és amennyiben nem veszteséges a praxisunk, mert mostanában jellemzően inkább az, akkor egyébként természetesen jogunk van, akár az asszisztenciánk, akár a magunk számára. Na várjon, akkor értelmezzük már ezt a dolgot. Szocska Miklós közölte, béremelésben részesülnek a házi orvosok, házi gyermekorvosok és az alapellátásban dolgozó fogorvosok, plusz még a védőnök valahogyan. A két dolgot nem szabad összekeverni, a védőnői szolgálat ugye önkormányzat és a tervek szerint későbbiében esetleg állami lesz, utóbbi egyébként szerintem jó lépés volna, is. Igen, a védőnöket komolyan kell védeni, mert egy nagyon jó rendszer, és tulajdonképpen ezt inkább építeni kell és központosítani, ezzel teljesen egyetértek. Azonban a többi szereplő, akiket emlegetett, és ez 10 000 praxis a fogorvosokkal együtt, ezek jó részt vállalkozók, hát talán 1/10%-a nem az, tehát 1-200 praxis hát nem az. A praxis pénz emelkedhet. Természetesen, mint ahogy tavaly is az emelkedett, és az fájt nekünk, hogy a tavalyi novemberi praxis pénz emelkedést is később úgy artikulálták, hogy az mikor a szakorvosi béremelésre volt szó, hogy hát az alapellátók már kaptak havi 70 000 forint béremelést. Nem. Praxis pénzt kaptak, amiből még ha béremelésre tudják is fordítani, akkor asszisztens, nővér, notabene esetleg takarító és orvos. 70 000 összesen a közterhekkel együtt, amiket ugye természetesen a vállalkozónak is be kell fizetni. Tehát ilyen módon ez rögtön bruttó 70 000, hát ami nem, összbruttó 70 000, ami gyakorlatilag, ha kifizetem az előbb említetteket, akkor esetleg tudok adni magamnak nettó 10-12 000 forint béremelést. Kérdeztem az előbb, hogy a rádióból értesül. Szocska Miklós azt mondja, hogy megkezdték az egyeztetést. Kivel? Még ma nem voltam a munkahelyemen, eléggé el nem ítélhető módon. Tegnap késő estig ott voltam, addig még nem kaptunk erre meghívást. Ettől lehet, hogy mire odaérek már jövő hét. Lehet, hogy egymás közt megkezdték, és majd aztán előbb-utóbb önökkel is. Jókat kívánok az orvosoknak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.